Csütörtökön zárták le a Vakbottyán utcai gyöngyös hidat, az erre járókat meglepte a látvány. Ritkán járok erre, de meglepődtem, hogy hát most még el sem tudok jönni itt. Alul meg kell nézni, mi van ott, minden el van rohadva alatta. Megette a rozsna. Na, minél jobban várjuk, hogy kész legyen. A szerdai közgyűlésen született döntés a lezárásról. A képviselők ekkor tárgyalták a nemrég elvégzett vizsgálat eredményét. Ebben szerepelt, hogy a gyöngyös patakon átívelő híd szerkezetileg rossz állapotban van, egyes elemek nagyon elhasználódtak, a korrózió okozta vesztüket. A vizsgálat kiderítette azt is, hogy az alacsony járda szegély miatt, ha a járművek felhajtanak a járdára, leszakadhat a híd. Alatta közművek is vannak, ami további gondokat okoz. A gyalogosok és a kerékpárosok csak a híd közepén tudnak közlekedni, az autósoknak kerülni kell. Bizonytalan, meddig marad ez az állapot. Az előkészítő munkák keretében nyilván felbecsüljük azokat a várható költségeket is, amelyek a híd rekonstrukciójával, illetve újjáépítésével összefüggően várhatóak, és ennek függvényében tud majd a közgyűlésünk dönteni, hogy ez a fedezet, ami ide szükséges, már a 2014-es, vagy esetleg az azt követő időszakban kerülhet betervezésre. Most terveket kell készíteni a felújításra, illetve a környék forgalmi rendjének megváltoztatására. Lakossági fórumot is tartanak majd. Dönteni kell ugyanis arról, hogy a jövőben csak gyalogosok közlekedjenek a hídon, netán a kerékpárosok is, vagy gépkocsik is áthaladhatnak rajta. Ez a felújítás költségeit is befolyásolja. A tervek szerint az ősszel kerülhetnek a javaslatok a közgyűlés elé.